Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy megtiszteltétek ezt a mai kis találkozónkat, és megkérek mindenkit, hogy találkozók elején hallgassuk meg Demjénnek csodálatos ópuszát, a honfoglalást. Augusztus 1-je van. Holnap lesz egy éve, hogy felavattuk a mögöttem látható emléktáblát. Eltelt egy év, újra összejöttünk, hogy emlékezzünk elhunyt bajtársainkra, volt ezredünkre. Ebből az alkalomból megkérem Horváth Ferencet, hogy Váci Lajos kollégán 2000-ben keltezett írásával emlékezzen. A búcsú napja. A repülés szeretete mindennél közelebb hozza egymáshoz az embereket. Azon kevesek, akiknek megadatott, hogy a területen dolgozhatnak, egy nagy családot alkotnak. Különösen igaz ez a katonai repülőkre, mivel a repülési feladatok végrehajtása, kiszolgálása és egyéb irányú biztosítása mellett a haza védelmét is vállalják, sőt garantálják.
Ők azok, akik kevés fizetésért sokat tesznek le az asztalra. Felelősségteljes, nagy figyelmet és mérhetetlen precizitást igénylő munka az övék. Megtanít tiszteletre, bajtársiasságra és ami ebben a szakmában legfontosabb, bizalomra. Enélkül nem megy. Sajnos akkor sem megy, ha azt mondják, nincs rátok szükség. Hiába jól működő, kitűnő eredményeket felmutató gépezet, hiába a szakértelem, a tisztelet, a gyorsan változó katonapolitika megfoszt bennünket a reménytől is. Magunk közt tiltakozunk, hangot adunk felháborodottságunknak, becsapott, megsértett lelkületünknek. Nagyokat nyelve mégis tettük a dolgunkat. Katonák vagyunk. Parancsokat hajtunk végre, még akkor is, ha azzal nem értünk egyet. Készültünk a búcsú napjára, hogy tisztességgel, emelt fővel, repülős emberhez méltóan elköszönjünk a MiG-21-estől, az ezredtől, a várostól, a katonatársaktól, egy szóval a családtól. 2000 június végén összeszedtük maradék erőnket, büszkeségünket az utolsó nagy feladatra, amely igazi harcfeladatot jelentett mindannyiunk számára. A bennünk dúló érzelmek ellen kellett győzedelmeskedni úgy, hogy a diszelgő repülési feladat, mint légigyőzelem után, mindent elvesztünk. Az ezredvezetés kitűnő látványos programot állított össze, amelynek végrehajtása nem kis erőfeszítést igényelt, de felhívta a figyelmet egy nem mindenki által ismert fontos momentumra. A körülményekhez képest még mindig ütőképes, teljes harcértéket képviselő repülő ezredet számolnak fel. A program 16 darab repülőgép kötelék repülését írta elő, ami a hányatott sorsú légierőnkön belül mindenféleképpen figyelemre méltó teljesítmény. Gondoljunk csak a kecskeméti MiG-29-esek géplétszámbeli problémáira, üzemképesség szempontjából. Felső katonai vezetők látván a szokatlan nagy volumenű készülődést, augusztus 16-án lemondták a 21-ére tervezett búcsú rendezvényt. Technikai okokra hivatkoztak. Hideg zuhanyként ért minket. Repülésen voltunk, és a repülés előtti eligazításon jelentették be. Gonyosan mosolyogtunk, bár inkább sírtunk volna. Hát ennyi volt, mondták többen. A légierőnél eltöltött hosszú évek, évtizedek után még a tisztességes elköszönés lehetőségét is el akarják venni tőlünk. Pár nap csend következett, majd végül megkaptuk az engedélyt. Kissé felszabadultan, fáradtsággal nem törődve folytattuk a gyakorlást, a készülődést. Igen, gyakorolni kellett a 15 gépes diszelgő kötelékrepülést, mivel nem ez volt az ezred feladatköre. Mi csak az országunk légterét őriztük. Dolgoztunk, mint hogy most is. A fogadó zónában kissé hátrébb kiállítottunk 46 darab MiG-21-est, 7 darab Su-22-est és 7 darab MiG-23-ast egy statikus sort alkotva. Ezeket a repülőgépeket már korábban kivonták a rendszerből, de mivel nem csak a 21-estől kellett elbúcsúznunk, hanem magától az ezredtől is, így méltóképpen járultak hozzá a búcsú nehéz pillanataihoz. E gépsor mellett kissé elkülönítve egy fegyverzeti kiállítást is berendeztünk. 3 gépet, a 95-10-es MiG-21 MF-et, a 11-es oldalszámú MiG-23 MF-et és a 08-as oldalszámú Su-22 M3-ast fegyvereztük fel. Mindhárom géptípus 1997 elején került a rendszerből kivonásra. A déli egyezónál